Mikor voltunk először a műpában? 2005. 2005. Aztán 2006. Aztán 2010, 11, 14, jó, ja, jó, jó sokszor, sőt, volt, mikor dupláztunk is egy nap, emlékszem. De hogy volt az első? Az valami furcsa jazz kombó volt. Erkel Ferenc kamarazenekart hoztuk össze egy jazz zenekarral, és volt ott minden. Jazz, klasszikus, és ez azóta is így van. Amikor te befejezted a zenakadémiát, akkor utána hogy jött ez, hogy te el fogsz kezdeni jazzzel foglalkozni, meg steppelni, táncolni, énekelni? Igen, mindig azok a művészek vonzottak, azok voltak a példaképeim, akik olyan sok mindent csináltak. A táncolás mindig érdekelt, ugye gyerekkoromban balerina akartam lenni, csak nem engedték. Muzsikust akartak a szüleink belőlünk, és ezek a vágyak megmaradtak. Aztán apám mindig vitt az operaházba, onnan az ének szeretett, és aztán úgy gondoltam, hogy egy színpadi léthez ezeket mind tudni kell. Aha. És ez mai napig így van. Soha nem tudtam magamat elkötelezni egyik műfajnál sem, mert mindegyiket szeretem, és az a legnagyobb öröm, hogyha minden belefér egy koncertbe, és ezt nem a közönség is szereti. De te kérdezed, aki ugyanígy minden műfajban vezérelsz? Hát igen, de te ugyanezt csinálod. Azt az élet hozta, nem elhatározás volt. Én se határoztam el. Én csak a hobbiaimnak éltem a hegedülés mellett. Aztán egyszer csak észrevettem, hogy minden hobbim kötelesség lett. Aha. És mindig jönnek hozzá újak mai napig. Életem legmeghatározóbb koncertje az volt, amikor a testvéreimet hívtam ide. 2010. december 4. Igen. És te dupla koncert. Dupla koncert, és te, mint tiszteletbeli ötödiki lényi vezényelted. Az a világ bármelyik koncerttermébe elment volna bármikor, az a négy illény is koncert. Hát évekig szerveztük, mire mindenkit haza tudtunk hozni. Ugye külföldön laknak a tesók. Az a produkció pont ide való volt. És én rettenetesen büszke vagyok, hogy van egy ilyen koncerttermünk. Tehát a világon bárhol tényleg első között megállja a helyét, mind akusztikában, mind szépségben. Olyan, mintha Japánban lennénk egy koncertteremben, tehát ez tényleg világszínvonal, ami itt van.